A koronavírus járvány miatt hozott szigorú korlátozások feloldása utáni várható nyári nyaralási lehetőségekről rendezett videokonferenciát az Euronews Újra gondolni és feléleszteni a turizmust Európában címmel. A beszélgetésen megvizsgálták, hogyan fog tudni talpra állni az iparág. Nem csak egészségügyi válsággal nézünk szembe, de kialakult egyfajta bizalmi válság is. Az emberek nem tudják pontosan, hogy hova mehetnek, hogyan utazhatnak, ami zavart és csalódottságot okoz, mondta az Európai Utazási Bizottság igazgatója. Az uniós tagállamok sorra nyitják meg szárazföldi határaikat egyelőre nem összehangolt módon. Közös megoldást próbálunk találni arra, hogyan lehet megnyitni a határokat. Ennek nem kell feltétlenül egységesnek lennie, de a lehető legnagyobb biztonságot kell tudnunk nyújtani. Ezért fontos, hogy közösen tegyünk mindent, mondta az Európai Bizottság mobilitásért felelős igazgató helyettese. A turizmus újraindítása csak közös erőfeszítéssel lehetséges a portugál idegenforgalmi miniszter szerint. Vannak fő területek, ahol közösen dolgozhatunk. Egyrészt több információra, több adatra van szükségünk arról, hogy mi történik Európában. Minden tagállam próbálja a tőle telhető legjobbat megtenni, de ezt össze kell hangolnunk. Másrészt az idegenforgalom újraindításához legfontosabb a mobilitás, harmadrészt pedig a turizmus finanszírozása nagyon fontos, mondta a portugál idegenforgalmi miniszter.